Nem lehet tudni, hogy amikor egy új darabot vesz elő az ember, és még a közönség sem ismeri a történetét, csak én olvashatom el első kézből, akkor én, aki azt remélem és azt gondolom, hogy ezen majd mindenki szórakozni és mulatni fog, hát először igazából az olvasópróbán tudom én is lemérni, hiszen amikor a kollégáim a kezükbe veszik a példányt, és először olvassák, és először látják, hallják a mondatokat, akkor én várok valami fajta visszajelzést. A nyár elején, amikor az olvasópróbát megtartottuk itt a Stefánia palotában, a próba végén már nem volt kétségem afelől, hogy ezek a kollégáim, a színészek élvezni fogják ezt a produkciót. És most, amikor elkezdődnek az igazi próbák, hiszen a rendelkező próbákon már túl vagyunk, és nyakig benne vagyunk a tanulós szakaszban, amikor a dalokat tanuljuk, a szövegeket tanuljuk, nem sokra rá a koreográfiával fogunk megküzdeni, sőt, mondhatom bátran, hogy a díszletünk már készen van, a jelmezek meg készülnek. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez az intenzív másfél-két hónap pedig elegendő lesz ahhoz, és arra, hogy az olvasópróbát követően valóban ne csak mi nevessünk és kacagjunk a poénokon, és a helyzeteken, hanem majd a nézők is. Átküld egy dalt kamolból a fölénekem, és arra megírom a való szöveget. Itt a Peti, ahogy mondta, átküldött egy jó pár dalt, arra írtam szöveget, de aztán a végén volt egy-két-három dal, ami fordító volt. Tehát én írtam szöveget, és ezzel nehezítettem a Peti dolgát, hogy arra már neki kellett ugye dalt írni. Viszont ez annyira jól sikerült, hogy akkor rájöttem, hogy sokkal jobb és másabb zenei dolgokat hoz ki belőlem, mint amikor én először megírom a zenét, úgyhogy a mostani esetben is ez történt, amikor Robi újra felkért minket a Pasika Pácban című zenés darab megírására, hogy már előre szóltam Gábornak, hogy írd meg a verseket, és én erre majd megírom a zenét, úgyhogy így sikerült ezt most így összehozni. És ezt még hozzátenem, hogy miután mi 20 éve dolgozunk együtt, azért eléggé ismerem azt, hogy a kezdem ismerni a Peti világát, azt neked elárulhatom, azt eddig még nem is mondtam neked, hogy én mondjuk elég sok előadónak írok még a Bombonon kívül, bár nekik írtam legtöbb szöveget, de az a vicces, hogy akárhányszor a szöveget írok, mindig a Peti hangján szól a szöveget. Utálok és nejem, melletted a helyem, nélküled nekem az élet nem egész. Te mindenben felérsz, változtam sokat, nem kergetek másokat. Egy seggel több lovat, nem ülhetek meg én az életem belé. A csodálatos világ, minden nap egy virág, ezer színen szírom, nem tudom, hogy bírom. Mert együtt minden könnyebb, felszáradnak könnyek, az életem tovább, s várnak úgy.
egy lovon, a gyeplőkön majd fogom, kettőnk közt így lehet. Vége szeretet, a csodálatos világ, minden maradt virág. Ez már színes szírom, nem tudom, hogy bírom, mert együtt minden könnyebb, felszállhatnak könnyek, s az illatnál hozzám, s nagyon régi kedvenc stílusom, ez a 20-as, 30-as évekbeli swinges, lüktetésű, kicsit frivol, kicsit játékos zenei stílus, és én ebbe a bizonyos darab egyből belehallottam ezt. Úgyhogy hál' Istennek nem kellett a nagy elődökhöz hozzányúlnom ahhoz, hogy kialakuljon bennem ezeknek a daloknak a stílusa, vagy egyetlen a szerkezete. Szöveg szempontból, meg azt gondolom, persze nekem is vannak példaképeim, elsősorban magyar példaképeimben, hogy magyar nyelvet tudom jól gyűrni, és a dalszövegi írók közül nem is fogok ezzel mellé beszélni, nekem a Dusán és a Kis Tibi a két példaképen, Imiből. De ahogy egy zenésznek, egy zeneszerzőnek van a saját zenei világa, egy szövegírónak is. Az annyira vicces, hogy azt a 6-8 szövegírót, aki nagyon sok dalszöveget ír, ha meghallok egy slágert a rádióban, nagyjából 10-ből 8-szor eltalálom, hogy ki írta. Két dolog van. Az egyik, hogy megvan a saját stílusa, a másik, hogy szerintem el kell fogadni, hogy ez egy alkalmazott műfaj. Tehát nekem igazodni kell az előadóhoz, jelen esetben igazodni kell a darabhoz. Csak úgy nem tudsz, ez drága, mit tettél, hogy kerülj ide? Mit keres itt lány, ez a kék semmi pigyek? Én nem csináltam semmit, minden mindre ártatlan vagyok. Hát mi volt a bűnös mindenben? Hát te nem csináltál semmit. Én csak biztos sokszat álmodok, bármit látok éppen, az véletlen. Kivény anya, ez túlzás, jó lenne egy kis tisztelet. Cserélek a csipi, a kerem, így is fizketek. Zeni, kérlek, induljunk, mert koszert így nekem. Megmented csak kislány, én nem gyógyok szétszerem. De hát én nem csináltam semmit, hittem mindre ámatlan vagyok, hát mi volt a bűnös mindenben? Megmented nem csináltál semmit, én csak ezt a sosszat álmodok, bármit látok éppen, az véletlen. De hát én nem csináltam semmit, hittem mindre ámatlan vagyok.